Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. Hát elérkeztünk a kezdő késkészítős videósorozatunk utolsó részéhez ebben az évben. Ez is egy évadzáró videó lesz, és Beresz István Westworld bóviát fogjuk nektek bemutatni. Érdekes videó lesz ez is. De előtte egy pár szót hagy értekezzek magáról a névről, tehát a késnek a nevéről. Westworld. Maga a Westworld, a feltámad a vadnyugat, ez egy 1973-as nagyjátékfilm volt, aminek a témája akkor elég formabontó volt és elképzelhetetlen volt, nevezetesen, hogy az elképzelt jövőben az emberek így vadnyugati vidámparkban mulathatják az időt és élhetik a kőkemény vadnyugati életérzést, méghozzá robotokon, kiborgokon, emberkülsejű robotokon, és ezek a robotok idővel fellázadnak és elkezdik írtani a park látogatóit, és ez egy ilyen science fiction jellegű film lett, viszonylag nagy sikernek örvendhetett. 1976-ban készült hozzá egyébként egy folytatás, az Eljövendő világ, Future World címmel, amit már nem kisebb ember jegyzett íróként és rendezőként, mint Michael Curtin, akinek a Jurassic Park és a Kongo is egyébként a saját írománya volt. De ez már nem volt akkora siker, mint a 73-as Westworld. Illetve 1980-ban egy Beyond Westworld címmel indult még egy sorozat, ami aztán botrányosan rossz lett, és teljesen el is tűnt a palettáról. Ehhez a témához 2016-ban az HBO hozzányúlt, és egy saját gyártású tévésorozatot készített belőle. Ez volt a Westworld. És hát az ötletgazdák, meg a mögöttük, tehát a vászon mögött tevékenykedő emberek nem kisebb emberek voltak, mint Christopher Nolan öccse, illetve az a J.J. Abrams, akinek ugye Hollywood a Surprise Box nevű meglepetés filmeket köszönheti. És olyan színészeket szereztek meg maguknak a filmhez, mint Sir Anthony Hopkins, Ed Harris, a fiatalabbak közül Tessa Thompson, Luke Hemsworth, ugye a legkisebb Hemsworth fiú, illetve ott volt még ezért egy Jeffrey Wright másodsorban, illetve az a Rodrigo Santoro, aki a 300-ban például Cersei-t alakította. A történet pedig igazából ugyanaz, mint a 73-as feltámad a vadnyugat, de teljesen más megközelítésbe helyezték ezt a filmet, ugyanis Abramsék a robotok vagy a kiborgok szemszögéből próbálták meg ezt a filmet bemutatni, és olyan érdekes morális és erkölcsi kérdéseket feszegettek, hogy hol kezdődik az élet? Mit nevezünk életnek? Kinek vagy minek van joga élethez? Mi a teremtés? A teremtés komplexus, az Isten komplexus. Nagyon komoly témákat feszegettek, és ez nagyon érdekes, néhol nagyon realista módon mutatták be ebben a sorozatban. Érdemes megnézni az egész filmet, kell hozzá egy hangulati állapot, minden esetre számomra egy etalon. És hogy került a Magyar Kések látóterébe? Hát van benne egy karakter, a fekete ruhás férfi, akinek a nevét nem mondom el, mert nem spoilerezek, de Ed Harris karakteréről van szó, akinek van két eszköze, ami a filmben igen jelentőségteljes. Az egyik egy Lemat revolver, amit már nagyon élethűen töltöget meg, és nagyon élethűen működik. Nagyon különleges revolver volt egyébként a fegyverek történelmében, illetve van nála egy Bowie kés, amit én elneveztem Westworld Bowie-nak. Nagyon megtetszett nekem, mert a filmben nagyon jelentős mozzanatok köthetők ehhez a késhez, és októberben feldobtam egy témát, hogy valaki igazán megcsinálhatna ezt a Westworld Bowie-t. És megmondom őszintén, srácok, azt hittem titkon, hogy a profi késkészítők rá fognak mozdulni erre a dologra, mert hogy szeretnék magát a mesterséget is egy kicsit prezentálni, hogy mire képesek is ők egyébként. Természetesen Holstein György azonnal jelentkezett, de őt leállítottam a projektről, mert szinte mindent szeretne megcsinálni, mert mindenben kihívás lát. Gyuri szerintem az egyik legtevékenyebb alakja most a késkészítésnek, a profi késkészítésnek. Vártam, hogy a többi késkészítő esetleg majd rárap erre a dologra, de mivel év vége van, szerintem a késkészítők túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy bevételt és profitot tudjanak maguknak teremteni, amit megértek, de valahol egy pici csalódottság azért volt bennem. Ekkor jelentkezett Beresz István, Beresz Pista, aki azt mondta, hogy ha megcsinálja ezt a kést, akkor bemutatom-e itt a kezdő késkészítő sorozatban. Nem erre számítottam, de a kihívás az állt, mondtam, hogy rendben Pisti, ha te ennek elébe állsz, akkor én is elébe állok ennek a dolognak. Elindult egy együttműködés, egy pár szót azért beszéljünk Beresz Istvánról is, mutassuk be nektek. Beresz István kezdő késkészítő, nem amatőr, hanem kezdő. Ő igazából fafaragó, 1974-ben született Vásárosnaményben, majd ő is ugye mindenfele fújta őt a szélrózsa, és végül Ébrányban állapodott meg.
fafaragó, és szobrokat, kapukat, esőbeállókat, temetőbe esőbeállókat, garázsbejárókat készít, farag láncfűrészen, meg egyéb fűrészek is, és baromi ügyes, rettentő ügyes. A késkészítés 25 éve tetszett meg neki először, és akkor Rádi Lászlótól, aki egyébként Pályer Gyula apósa, milyen kicsi a világ, kezdett el tanulni egy-két dolgot, és aztán folyamatosan nézegette ezeket a különböző kunsztokat, járt is Pályer Gyula műhelyében, és tevékenyen a késkészítés 2016-ban kezdte el érdekelni, amikor a magyar kések elstartolt, és követte a csatornát, tavaly egyébként a Hajdúböszörményi késes táborban is részt vett, idén pedig a Tokaji Kovács táborban volt ott, és nagyon várja, hogy elinduljon Pályer Gyula Kovács tábora, mert szeretne benne részt venni. Nem tudom nektek Berec Pisti munkáit megmutatni, késes munkáit, mert nem igazán találtam ezekről fotókat. Egyet igen, ami itt van nálunk, fogadjátok sok-sok szeretettel a Westworld Bowie-t. Farewell, my love, we'll be together soon. I'm resting with the angels, they'll carry me to you. Relax, my dear, we'll see each other soon. We'll meet up in the heavens, I'll wait alone. Oké, srácok, láthattátok a paramétereket zanzásítva, most akkor kicsit ki fogom csomagolgatni. Kezdem rögtön az első benyomással, ez egy nagy kés, egy nagyon nagy kés. 417 mm hosszú maga a kés, és ebből 245 mm a pengehossz, 210 mm az élhossz. Ez azért van ez a különbség, mert kapott egy 3 centis pengetörőt maga a kés. 7 mm vastag a legszélesebb, a legvastagabb pontján a penge, és ez szépen vékonyodik el a hegy felé. Elég erős hegy van fölhozva, és természetesen a bóvisra jellemző klip point, illetve hamis él az elhelyezkedik a pengén. Konvex élezést kapott, méghozzá elég vaskos, elég robosztus, brutális konvex élt kapott, ami viszont nem a legélesebb. Pisti, ez nem a legélesebb, na majd meglátjuk, hogy tesztem mit bír. Nem beszéltem a penge anyagáról, ez a penge majdhogy nem Jim Bowie korabeli darab, mert hogy egy 100 pluszos, tehát több mint 100 éves bepuskázó fúrónak az acélja van felhasználva. Hogy mi is ez a bepuskázás, ennek utána kellett néznem, és Berec Pisti ebbe segített egy hangulatos videóval. Ez gyakorlatilag a régi szekerek és kocsiknak a kerekét, amikor megfúrták a tengelynél, ez volt a bepuskázás. No, egy ilyen vasból készült, egyébként ezzel a vassal dolgoztak, egy korabeli tűzoltó kocsit restauráltak Pistáék, és a hozzátartozó kocsiszint is csinálták, na és abból az anyagból készült ez a kés. Nem azt mondom, hogy óhatatlanul is vonzódom a régiségek felé, de mindig meg vagyok hatodva, amikor egy olyan valami kerül a kezembe, aminek biztos, hogy van története, és sok mindent láthatott már. Ez a penge ilyen. Mint láthatjátok, szabadkézi kovácsolással készült, és viszonylag kecsesebb Bowie felé hajlik, ami egy kicsit szívfájdalma, mert a Westworld Bowie, amennyire én láttam, azért valamilyen szinten széles volt, ez a kés nem éri el a 40 mm-t, tehát ilyen 38 mm a szélessége. A másik dolog a markolat. Egyébként ez a része emlékeztet leginkább a Westworld Bowie-ra, Pisti, viszont irdatlan nagy. 167 mm a teljes hossza, mondhatnám, hogy majdnem, hogy kétkezes markolata van neki, és meglehetősen vastag, 30x32 mm átmérőjű kerek markolat, ami egy picit Nagy Zoli markolatára emlékeztet, viszont ez egy fokkal kényelmesebb dolog. Markolattüskés késről beszélgetünk, három részeget sem van rögzítve, és bőrbandázsolás van rátéve, a keresztvas pedig GO3 acélból készült. Meglehetősen ornehézkés, a pacekja megvan, hát srácok, menjünk el és nézzük meg, mit tud, ha nem is vadnyugati körülmények között, de kinn az erdőben a Westworld Bowie, aztán visszajövünk és konklúziózunk. Saving ideas over money. Maybe I can buy the North Pole. Take it if I never fail doing. Then I wouldn't have.
Stories. Never read a novel by the pictures, but never judge, kind of boring. You know we had to go and get what not yours. Feeling what you work, you never get because you're not old. A brown penny from a desert bar. Found it facing tails down, hope your luck is like a shooting star. Just waiting for the rain or a cloud. I've been up for 30 days, someone pointed lost and found. Booze bones, you're here without a cast. Drinking water from a stream out of homemade flask. Most nyilván várjátok a csavart, hogy vajon mit találtam már ki ennek a tesznek a leforgatása közben. Nos, emelem kezeimet, semmit. Maga az élet szólt közbe, 15 perc után sajnos a kés éle távozott köreinkből. Ez van sajnos. Mutatom. Tehát semmilyen éle nem maradt a késnek 15 perc csapdosás után, ami egy ilyen hatalmas konvex, ilyen erős konvex szél esetén óhatatlanul is azt engedi sejtetni Pisti, hogy nem jó a hőkezelés ezen a pengén. Kezdőknél azért ez a hiba nem olyan ritka. Én nem tudom, hogy tisztában voltál-e, hogy milyen acél ez, mennyire edzhető, azt sem tudom, hány rockverre lett feledzve, gyanítom, nem elegendőre, mert 15 perc alatt azért illet volna megtartani az élét. Sajnálom, mert egyébként egy ígéretes tesznek néztünk előbe, láttad, lehetett neki adni. Egyébként a maga kés összezarakása, összeszerelése, konstrukciója masszív, erős darab. És akkor konklúziózzunk, de egy picit más szemmel, tehát most azért nem avval a szigorral foglak téged vizslatni, mint a többi kezdő késkészítőt, meg aki azt tűzte ki célkitűzésnek, hogy profi késkészítő szeretne lenni. Ez az első alkalom, hogy nem egy autentikus kinézetű kést tartok a kezemben, hanem egy történelmi darabot. Igaz? Hiszen itt egy 101 néhány éves vasról, illetve acélról beszélgetünk, és megmondom őszintén, ez 600 g tömör vadnyugat. Ugyanis a Jim Bowie korszaka és a vadnyugati korszaka az 1830-as évek környéke, az gyakorlatilag nagyjából ilyen késekkel lehetett elképzelni. Ott sem voltak profi hőkezelések, nem voltak profi acélok. Nagyjából amit találtak, vasat, acélt kikalapálták, megélezgették és ezt használták, és ez nekem nagyon tetszik. Ez az igazi autentikus érzés, ez az igazi történelmi korhű kés, ami a kezemben van. Szúrni egyébként biztos lehet vele, és még végig csapdoshattam volna jó pár fát, mert azért sújtása még van a késnek, csak ugye éle nincsen. És kicsit van nekem, sőt nem is kicsit, talán nagyon, van nekem megint egy ilyen tűzben edzett, ilyen Forged in Fire áthatásom. Nagyon erre emlékeztet engem. Nyomokban megtalálom benne a Westworld Bowie-t, tehát azért szögezzük le gyorsan, Pisti. Én látom a munkát, amit beletettél. Nagyon is látom, és fejet hajtok ezelőtt. Megnézted a kést, utána mentél, megrajzoltad, megterveztél, kerestél korhű történelmi acélt hozzá. Kézzel kalapáltad, összeszerelted és beletette tudásod legjavát. Ez a kés, amit a kezemben tartok, ez szimbolizálja a magyar kések logóját, ami ott virít már 4 éve a szarvasunk alatt. Minden késnek lelke van. Ennek a késnek hatalmas lelke van. Ebben benne van Perec Pista 170%-ig. És engedd meg, hogy egy kicsit behúzzam a többieket is ebbe a körbe, és így az utolsó évadzáró videóban elmondjam nektek, hogy ez a videó most kezdi azt
megtestesíteni, hogy miről szól ennek a szakmának az utánpótlása. Hiszen a kezdők és az amatőrök fejlődésétől függ, hogy a késkészítés és a késhasználók világa mennyire lesz színes, mennyire lesz egyedi, mennyire lesz sokszínű, és hát nézzétek meg, 5 videón belül teszteltük hivatásos katonának a kését, református lelkipásztornak a kését, fafaragónak a kését, kell ennél színesebb felhozatal, kell ennél biztatóbb jövő a késkészítésnek. Megemelem a kalapom előttetek. 7 epizódot forgattunk 3 év alatt, ebből 5-öt az utóbbi években. Varga Soma, Leszák Dávid, Sahin Tibor, Nagy Zoltán, Bodnár Zsolti, Nádasdi Józsi, és most Berec Pista. Tehát igazából köszönöm szépen nektek ezt a sok-sok lehetőséget, és hogy visszakanyarodjak hozzád, Pisti, te valószínűleg nem leszel profi késkészítő, mert neked azért a fafaragás egy fontosabb szempont is, szerintem a megélhetésedet is jobban fogja biztosítani, de nagyon szeretném, hogyha nem állnál ezzel le, egyrészt mert van tehetséged hozzá, tehát ha Gyulának indul a kovástábor, akkor biztos, hogy várni fog szeretettel, én meg majd jól megkamerázom, hogy élesbe kovácsolsz, és még egyszer mondom, ha a hőkezelése ennek a tengének sikerült volna, akkor ez egy jó kés lett volna, ez egy jó használható kés lett volna. És te nagyon nem könnyű kihívásba adtad a fejedet, mert megcsinálni egy olyan kést, ami létezik fizikálisan, de nincsenek fizikai paraméterek, nem lehet megnézni, nincsen sehol lekottázva, az nagyon nehéz feladat. Hogy nem egy saját elképzelés valósítasz meg, hanem valamit le kell másolni úgy, hogy semmilyen méretet nem tudsz róla. Itt lehet az, hogy a markolat is ugye ormotlan nagy lett, ez lehetett volna kisebb, mondjuk, hogyha megfogom ezt a kést, akkor érhetett volna a gomb odáig, ahol most ez a bandázsolás van, és egy kicsit vékonyabb, akkor a pengés egy kicsit hangsúlyosabb lett volna, és talán még jó sújtóképessége lett volna, meg oválisabb lenne, és akkor nem fordulna el csapások alkalmával, könnyebben irányítható lenne. Meg vannak még ezek a kezdő hibák, azért a szegecserés kicsit csálé, de ezeket most azért nem rovom föl, mert maga a befektetett munka és az, ahogy te ezt meg akartad nekünk mutatni, ez szerintem minden tiszteletet megérdemel. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a lehetőséget. Srácok, a jövőben pedig, ja igen, és Pisti, szeretném megtartani ezt a kést is. Méghozzá íróasztali díszként, hogy mindig emlékeztessen engem arra, hogy ez a mesterség, ez a szakma, ez miről szól, és hogy kik kezében van a jövő. És a jövőben, ha kedves kezdő késkészítők küldtök nekem késeket, akkor ezt rendszeresíteni is fogom, tehát én megcsinálom nektek a videót, és megmutatom, hogy mit tudtok, viszont a kések nálam maradnak. Mert szeretném összehozni azt a gyűjteményt, ami a legtöbb érzelemmel és legtöbb eszmei értékkel van tele, és amikor csak lehet, az arra érdeklődőknek megmutatni, hogy milyen kések jártak kezdőként nálunk. Érdekes lesz megfigyelni majd, hogy például hol fejlődik egy Nádasdi Józsi, illetve egy Sahin Tibi vagy egy Nagy Zoli, akik profinak akarják adni a fejüket, de látni azokat is, akik abszolút amatőrként miket tettek le nekünk az asztalra. Oké, srácok, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot, mert Berec Pista és a Westworld Bowie igazán megérdemli. Tényleg, le a kalappal. Mi pedig, mint mindig, most is megköszönjük nektek. Iratkozzatok föl, mert jövőre még nagyon sok videó fog jönni. Mire ez a videó kikerül, gyanítom már nagyon fenyőszaga van mindennek, és a legtöbb férfi embernek még az alsógatya is tele lesz tűlevéllel. Tehát nagyon közel lesz a karácsonyhoz. Karácsonyi kívánságnak azt szeretném elmondani, hogy az ajándékokon túl, remélem túl vagytok már az ajándékpankráción, és mindenki megúszta a lábon kiortható agyvérzést, időt szálljatok egymásra. Az a legfontosabb ajándék. Töltsetek együtt időt, mert abból lesznek az emlékek, és az emlékek adnak erőt ahhoz, hogy előrefele menjetek. Keressétek fel azokat, akik nagyon messze vannak tőletek, de szeretnétek látni, és olyanokat is, akik úgy érzitek, hogy messze van, pedig igazából végig mellettetek áll. Jó? Áldott békés karácsonyt kívánok nektek, az ünnepek alatt túrázatok sokat, de vigyázzatok a természetre és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!